Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Elég szép számon összejöttünk. Én leszek a legrövidebb itt a mai este. Én úgy látom, hogy mindenkinek a hangulata meg fog jönni. Erről majd mi gondoskodunk. Én átadnám, az estnek lesz három szóvivője. Bea, az Anikó és a Marika. Ők fogják önöknek elmondani azt, ami az együttesről, az együttesek, akik itt vannak, akikkel közösen felléptünk, és barátaink, a kapcsolatunkat. Köszönöm. A szülőföldünket nem mi választjuk, de mégis megszeretjük, mert ott vannak a legfontosabb gyökereink. Ismerjük az ott élőket, és mindezt a maga természetességével el is fogadjuk. És elfogadtatjuk azokkal, akik újonnan érkeznek. A mai rendezvény résztvevői mind ezt teszik. Kopogtatnak a lélek ajtaján az egyetlen lehetséges sokszínű világgal, a kultúrával. Megismerjük egymás művészeti csoportjait, népművészeit, alkotóit. Az élet sok területéről érkezőket. Ilyen lehetőség sehol máshol nincs, mint a népi kultúrában. Miért? Mert ebben felnőttek, gyermekek önszántukból, kikapcsolódásként szeretetből vesznek részt. Önmaguk és mások örömére. Mindannyian teszünk azért, hogy hagyományaink megmaradjanak. És hisszük, hogy sikerülni fog, mert mi mindnyájan, akik a kultúra bármely területén tevékenykedünk, kincseket őrzünk és viszünk tovább. Mindenkit szeretettel köszönt a 20 éves Abajka Citera zenekar. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Amikor az Abajka Citera zenekart kezdtem el szervezni, nagyon sok kedves emlék jutott eszembe. Zámolyon nőttem fel, mint kisgyerek, és sokszor úgy teltek az esteink, hogy valami csodálatos tárogató szót hallottunk, valaki játszott rajta. Kiültünk a verandára édesapámékkal, és ő magyarázta el, hogy ez a bácsi nagyon messziről Szerbiában maradt itt a második világháborúban, és azért ilyen szomorú a tárogatója, mert emlékszik a szeretteire, a hazájára. És valahogy utána ebben az esti csendben mindig belevillant. Először ami hegedűs szó, az volt a szokás, hogy elmentek névnapokat köszönteni, és egyszer látom, amikor a primás úr, a babai bácsi ráborul a vonóval, egy hegedűre, és elkezdett folyni a könnye. És akkor oda mentem az ölébe, hogy miért sír, és akkor mondta, hogy nem én sírok, kiszolgám, hanem a hegedű. És akkor éreztem, hogy itt valami csodálatos dolgoknak vagyok a részese, hiszen egy hangszer érez valamit. És itt találtam meg Pákozban azt, amit az Abajka tud nyújtani, mert amikor a népdalkör már 5 éve megalakult Évike vezetésével, akkor hallottam tőlük, hogy volt itt valami kacitár a zenekar is. Hát majd 3 évbe tellett, de sikerült megszervezni, és nagyon boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek, hiszen olyan csodálatos az maga ez a hangszer is. És remélem, hogy még nagyon sokáig fogják a fiúk használni mindenki örömére. Az Abajka név már sokszor elhangzott, ha belegondolunk, hogy milyen csodálatos hangzása van. Egy nagyon szép természeti környezet Pákozdon, a csend, a nyugalom völgye, amit a gyúgyalag madarak éneke látványa színesít. A május-augusztus időszakban láthatóak ezek a madarak, tollazatuk a napfényben ragyogó színeket szórnak, simogatja a lelkünket, ha észrevesszük, mint a citera. 1980. február 1-én alakult általános iskolásokból az Abajka Citera zenekar először. Oktatójuk a Sárosdi Nagy László volt, aki elhivatott volt a népzene a hagyományok közésében tanításában. Nagyon örülök, hogy ismerhettem, sajnos ő már nincsen közöttünk. A folytonosság megmaradt, mert az akkori tagok közül most is pendíti a citera húrjait Krár Ferenc és Varga Károly. Nagyon ritka ez egy
együttes életében. 20 éve, 2002. szeptember 13-án alakult meg újra a Citera zenekar. A hagyomány ápolásaként az elődök tiszteletére választották újra ezt a nevet. Kezdettől fogva a Kárpát-medencei népzenei hagyományokat őrzik és ápolják. A népdalcsokraik egyszerűen, tisztán szólnak, így zenéjük, dalaik átsugároznak a hallgatóságra. Bejárnak a Velencei hegység és a tókörnyék településeit, de ismerik őket Székesfehérváron, sőt attól délre is. De nem idegenek már Budafokon, Abasáron, vagy éppen Sándorfalván sem, ahol részesei voltak egy Guinness rekordnak. Járt a zenekar a festői szépségű Vegeszka Gurka lengyel városban is, amely a Magyar hegylábánál fekszik, és a felvidéki Ibolybalogon is otthon vannak. A zenekar munkáját, fellépéseit művészeti vezető is segítette, Koncz Ferenc és párja Tímea, Koncz Mária, Ádámpárt Júlia, akit most már egész más néven ismerhetünk meg, Szegvári Júliaként, színésznő a mesterséges, nagyon jó, és jelenleg is segítkezik még az együttesnél, Domok Anikó. Ugye 20 éves évfordulót ünneplünk, ha zavarjuk a Citera zenekarral, de mindenkinek tudnia kell annak, aki nem pánkozni, hogy 42 évvel ezelőtt Abajka néven Fejér megye szerte híres citara együttese volt már pánkoznak, szintén Abajka néven, mint a mostani Abajka. Vezetünk Veszelszky József szavait idézve, bármi történjék is, az Abajka volt, van és lesz. De az Abajka Citera zenekar nem csak ettől különleges, hogy 42 éves nőtőleként vissza, hanem különleges abban, főleg a mostani Abajka, hogy milyen módon tud együttműködni más csoportokkal. Ezt a mai napon szeretnénk Önöknek megmutatni, hiszen kevés olyan népzenei együttes van, aki elmondhatja magáról, hogy bármely csoporttal képes együttműködni, akiben ez a viszont szándék megvan. A mai napon azokkal a csoportokkal ünnepeljük együtt a 20 éves évfordulónkat, akikkel a legszorosabb és legtovább tartó együttzenélés köt össze minket. Úgy gondoljuk, hogy a közös munka soha nem zárulhat le, ezért most azzal fenyegetünk minden jelenlévő csoportot, hogy folytatjuk és megtalálunk benneteket. És nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és együtt ünnepelhetünk. És folytatva a különlegességek sorát, az Abajka abban is különleges, hogy nem törekszik más elismerésre, csak és kizárólag a közönségére. Nem minősülünk, mert mi szabadok vagyunk. Nekünk semmilyen zsűri nem mondhatja meg, hogy hogyan kell egy dalt eljátszani, mert mi tudjuk. Úgy, hogy a közönség élvezze, mi pedig közben jól érezzük magunkat. Senki nem kerülhet ki a csapatból azért, mert kicsit hamiskás a hangja, vagy nem tud művészi szinten citerázni. Amatőr zenekar vagyunk, és azok is akarunk maradni. Sok mindent átéltünk, és túléltünk együtt. A magunk időnként káoszos, nehéz napjaival, de a barátság és egymás elfogadása mindig győz a problémák felett. Megmaradtunk a nehéz időkben is. Próbatermünk a tagok otthona, így készülünk a fellépésekre. Nekünk ugyan senki ne határozza meg a nyitvatartási időt, meg azt sem, hogy mikor érjen éget az esti, próbák utáni közös beszélgetés. Azt kérdezték tőlem nem régen egy riport kapcsán, hogy nekem mit jelent az Abajka. Nagyon egyszerű, az Abajka maga a szabadság a barátok körében. Az Abajka Citera zenekar a 20 éve összeállított első dalcsokrával fog most a színpadra lépni, alföldi népdalokkal. Köszönti a jubileum koncertjén megjelent kedves résztvevőket ezzel. Szeretnék, hogy jól érezzék magukat ezen az estén. Ők ezért, higgyék el, mindent el fognak követni. Előadják a régi és új tagok, a kezdő oktatóikkal, illetve, ahogy láttam, Koncz Marcival. Fogadjátok őket szeretettel! Thank you.